Akkor négy szól a nyulasashoz. Ide figyelj, sas, te nem vagy épp. Itt ez a hatalmas káposztaföld, és te ott körözöl naphoztat a seholban. Hát állandóan ott fönt játszod magad, mikor idelem minden kényelem adott. Friss, ropogós eledel, barátságos domboldal, kellemes kis üregek. Hát egyszerűen nem lehet megérteni, ahogy te élsz. Mi van ebben a gondolatmenetben eddig? Én jó helyen vagyok, én rendben vagyok. De te, hát te képtelen vagy megérteni, ahogyan te gondolkodsz, azt nem lehet megérteni. A sas közben ugye így morfondírozik magában. Hát ez a nyúl, ez nyilvánvalóan nem komplett. Itt az arany szabadság nagy lehetősége. Fölülről nézhetni a dolgokat, szelek szárnyán közlekedhetne, mint én. Ő pedig ehelyett bebújik egy sáros lyukba, és ízetlen káposztát rágcsál. Hát azt hiszi, hogy valaha megértheti a szabadságot, ugye? Na. Hogy látja a sas? Világos, hogy én jó helyen vagyok. Rendben vagyok. A te álláspontod nevetséges, ugye? Nagyon fontos, ugye, hogy a saját énünket nem kell letagadni. Nem kell megtagadni. Nem kell azt mondani, hogy ugye igen, hogy ugyan se a nyúlságot, se a saslétet. Tehát megvizsgálni meg kell, meg lehet, de juthatsz arra, hogy igenis most is úgy látom. Én nekem volt ilyen konfliktusom. Most is úgy látom, hogy igenis nagyon jogos volt az a harag, és igen, és nem tudom én micsoda, és most is, hogyha oda visszakerülnék, talán nem úgy viselkednék, de azért mégis. A nyúl tovább értetlenkedik. Nem tudom megérteni. Hát tényleg nem tudom megérteni. Ne hazudjunk magunknak tehát továbbra se, hogy jaj, de én keresztény vagyok. Én szeretem a sasokat. Alapvetően most jövök rá, hogy mennyire szeretem a sasokat. Na, ezt nem kell. Nem kell, érted, ezt átszínezni, nem. Mondhatjuk azt, hogy a sas szerintem nem tudja, mi a jó. És ő is mondhatja, hogy soha nem lennék nyúl. Sajnálhatja, hogy így járt. Aztán így morfondírozik magában a nyuszi. Édes Istenem, megpróbálom a helyzetet a te szemeddel látni. Egy kicsit legalább. Na, ez egy fordulat, gyerekek. És itt nem csak... Nem, itt világnézettől függetlenül is egy fordulat. Azt mondom, na itt van az átkeretezésnek nagy jelentősége. Megpróbálok egy más szemből nézni rá. Egy más szemszögből. Egy más helyzetből. Érted? Megpróbálom az anyja szemével nézni. Vagy a jó Isten szemével. Nekünk a hitünkben van egy ilyen lehetőség. Tényleg a Teremtő Isten. Hát valami plánét csak látott ebbe az emberbe is. Hát csak lát. Érted? Az is egy istenkép más, azért lássuk be. Tehát én ezt látja, hogy megpróbálom a te szemeddel nézni. Tehát kilépek, itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez az isteni láncem megszakítja ezt az ördögi kört, hogyha te hülye vagy, én is hülye, de. Érted? Kilépek ebből a helyzetből, és azt mondom, te jó ég, ne haragudj, uram, hát folyton az jut az eszembe, hogy tudtál egy ilyen állatot kitalálni. Hát erre ráadásul még azt mondod, hogy jó. Bár ha belegondolok, a sas élete is neked szentelt élet, hiszen minden élet ilyen, tőled jön, hozzád megy. Úristen, akkor az az undok, a vérengző farkas, a csúszómászók, az a rémes sakál is. Igen, mindenki. Az az idióta személyiség is, akivel nekem ennyi bajom van. Aki megbántott, aki bunkó volt, aki lenéz, aki kigúnyol, aki elráncsolt. Ezek a sasok és a rókák és a férgek és a pókok az én nyúl életemben. Tehát azt mondom, uram, őt is te alkottad. Nagyon nehéz megérteni és elfogadni, hogy őt kedvesnek és jónak látod. És ezzel lassan kilépünk a saját nézőpontunkból, és megpróbálunk, ez egy nagyon-nagyon komoly belső munka, áthelyezkedni egy másik nézőpontba, de megszakad ez a szűkös logika. Ezután azt mondja a nyúl személyiség, te sas, te tényleg egy lehetetlen alak vagy, semmi baj nem lenne, ha nem lennél a világon. Legalábbis nekem biztos nem hiányoznál. Tehát még mindig egy kicsit odaragadt, de azért már próbálkozik. De be kell látnom, hogy ennek ellenére az én atyám eredeti gondolata valósul meg benned. Szeret téged. Tudod mit? Nem értem, de engem tovább nem érdekel. Menj Isten hírével! Legyél sas! Elengedte a nyakát. Elengedte a nyakát. Nem érti? Marad nyúl, de elengedte a nyakát. Ez a menny békével, ez tulajdonképpen az a része, amikor azt mondom, hogy aha, egy kicsit tudtam szabadulni, de hát mit csináljak a közeli családtagokkal? Ugye, azokat nem sasolhatom ki. Miért? Röptessük. Jó. Kérdezzétek meg, hogy mi volt a közeli családtagokkal. Jó? Tehát azt mondjuk, közeli kapcsolatokban mit csinálunk? Azt mondjuk,
Mondok erre is egy példát, és aztán ezt is lezárjuk. Kentenik atya, ez akitől olyan sokat tanultunk ebben a pedagógiában, és én is sokat idéztem őt már eddig is, tulajdonképpen, azt mondja, hogy volt vele egy ilyen eset, egy nagyon közeli barátjával, egy nagyon közeli társával, együtt őt is Dachauba vitték, együtt voltak a koncentrációs táborban. Ez egy fiatalabb ember volt, ez a bizonyos Fischer atya, és nem egy barabba kerültek, és ez a Fischer atya mindig úgy akarta kifejezni a barátságát, hogy amikor sorakozó volt, akkor mellé állt. Tehát egyszerűen csak mellé állt, és együtt indult a nap. Hát, mint ahogy minden helyzetben, és akár főleg egy ilyen lestrapált helyzetben, ott is előfordult, hogy egy alkalommal összevesztek, egy konfliktusuk támadt, és ez nagyon rövid ideig tartott, de mégis mind a kettejük életére komoly hatása volt. Úgy történt, hogy a Fischer egy másik paptársukról, aki szintén Dachauba volt fogolyként, kemény szavakkal kifejezte a véleményét Kentenichnek. Hozzászokott ahhoz, hogy az öreg minden gondját, panaszát türelemmel és jóságosan meghallgatja, és már ez is megkönnyebbülést okozott. De ezúttal Kentenich másképp reagált. Határozottan és kissé éles hangon megvédte a szóban forgó társukat, és ami még rosszabb volt, még néhány komoly figyelmeztető szót is intézett hozzá, magyarul alaposan letolta. Világossá tette számára, hogy a szándéka nem volt annyira tiszta, ezt csak bebeszélte magának, és Fischer ezen nagyon mélyen megbántódott. Egy kis idő múlva kereste Kentenich társaságát, hogy alkalmat adjon neki, hogy bocsánatot kérjen és rendezze a dolgot. Ha azért ez sokszor van így, érzem azt, hogy igazam van, bunkó voltál, na jó, hát majd akkor most, na most gyere, hát most itt vagyok, hát most mondjad akkor azt, hogy bocsi vagy valami. Hát ugye szoktuk kérdezni, hogy hogy bocsássak meg, ha nem kér bocsánatot. Hát meg lehet azért, mert mondtam, hogy egy személyes. Na szóval ő is kereste, hogy majd talán, de nem kapott semmit, azt mondja, egész, igen, van, várakozásával ellentétben a bocsánatkérés helyett újabb vihar következett. Barátja megerősítette, és újra kihangsúlyozta a korábbi álláspontját. Na ez Fischernek sok volt. És azt gondolta, ezzel az emberrel nem tudok tovább egy közösséget vállalni. És egyébként egy nagyon láng lelkű és egy nagyon lobbanékony alak is volt, hát és most teljesen kiborult. És ezen a napon egyedül ment a sorakozóra. Úgy gondolta, hogy nem áll többé mellé. Egyszer csak azt vette észre, hogy a Kentenich, az öregebb, csöndesen mellé szegődött és mögé állt. Azt mondja, Józsi, csomagot kaptam. Egy angolna volt benne, neked adnám. Látod, ő sem mondta azt, hogy bocsánat, igazad volt. Nem tudta kimondani. Úgy gondolta, hogy ő neki van igaza, érted? Hát csak nem fogom. De azért oda ment, mondja, a neked adnám. Erre Fischer így felelt. Ilyen körülmények között nem fogadhatom el. Érted? A két kemény alak. Nem gondolod. Hát most azért mégis. Hát mondd legalább azt, hogy bocsi vagy valami. És másnap reggel is oda ment. Józsi, engedd, hogy jóba legyünk. És ez így folytatódott. Nem mondta, hogy bocsánat, nem mondta, hogy igazad volt, nem volt, hogy semmit, érted? Engedd, hogy jóba legyünk. És azt mondja, egy idő után nem tehettem mást, elfogadtam az angolnát. Meg is békéltünk egymással, ami új és sokkal mélyebb kötődést hozott. Egész életünk végéig tartó meleg barátságot. Mindig lesznek félreértéseink. Lesz veszekedés, és nem is biztos, hogy mindig van valóban hibás. Emberek között tényleg lehetséges, hogy jó szándékunk ellenére úgy sértjük meg egymást, hogy eltávolodunk egymástól. Nagyon is lehetséges, hogy mindkettőnk úgy érzi, hogy igazunk van, és a vitában egymás ellen fordulunk. Erre azt mondja Böte Csaba, azt mondja, nagyon meg kéne jegyezni, azt mondja, nézze barátom, vannak olyan esetek, amikor a kedves feleséged és az igazság egyszerre nem lehet a tiéd. Szóval előfordulhat ilyenkor, hogy mindaz, amit hosszú évek során fölépítettünk, egy pillantással elrombolódni látszik. Az a benyomásunk keletkezik, hogy már semmit nem számít a közös jó tapasztalatunk, a másik idegen számomra, megbántott, idegesít, nem értem. Föltevődik a kérdés, hogy tudtunk egyáltalán eddig együtt lenni. Ezeket a gondokat tegyük egyszer félre. Okos pszichológusok egyszer talán kijellemzik, hogy apa gondjai voltak, vagy valami más panasza volt. De ez most mind nem fontos. És nem segít, ha éppen mindketten nyakig vagyunk a slamasztikában. Nem húz ki onnan, ha tudjuk, hogy miképp kerültünk oda. Fontosabb, hogy most hogy jöjjünk ki. Kentenich Fischer mellé állt, és így szólt. Engedd, hogy jóba legyünk. És ebben a pillanatban megadta neki az újrakezdésről a döntés lehetőségét.
Elgondolkodhatunk azon, hogy helyes volt-e, amit tett. Alig ismerjük a helyzetet. Egy biztos, hogy úgy tette meg azt a lépést, hogy nem érezte magát hibásnak, sőt meg volt győződve a saját igazáról. És itt válik az egész számunkra érdekessé. Nem az volt a fontos számára, hogy igazam van, hanem az újrakezdés a másik emberrel. Tehát fontosabb volt a kapcsolat, mint az igazság. Ez egy közel lévő esetben nagyon-nagyon sokszor előfordul. Fontosabb a kapcsolat. Nekem is igazam van, mert neked is. Akkor kezdjük újra, amikor mindketten úgy gondoljuk, hogy igazunk van. Akkor adunk egymás számára egy angolnát. Dachauban ez ínyenség volt. Valamit adunk egymásnak, és újra kezdjük. Engedd, hogy jóba legyünk. Ezzel a szeretet növekszik, és erősebb lesz. Tehát ezt látjuk, adunk egy angolnát. A kapcsolat fontosabb, mint az igazság. Azt mondja Jenenics atya. Néha szavak nélkül kell megbocsátani. Érteni a szavakban ki nem fejezett bánat és jóvátételre igyekvő szándék apró jeleit. És jelekkel felelni a jelekre. Felejteni ott, ahol feledésre van szükség. Az igazi megbocsátás, mint a szeretet általában intelligens és leneményes. És alázatos is. Legfőképpen talán alázatos. Tehát mondta egy család, hogy kaptak egyszer egy ilyen a házasságukra nász ajándékban, egy ilyen turbékoló galampárt. Feltették a kandallóra, nagyon gyönyörű volt. És azt mondja, eltelt pár év. Aztán nem mindig turbékoltak. De egyszer annyira nem turbékoltunk, azt mondja, hogy annyira idegesített az a turbékoló galampárot. Hát turbékol a halál. Érted? Megfordítottam az egyiket, azt mondja, én nem turbékolok. És hát ugye, azt mondja, mind a ketten ilyen elég erős egyéniségek voltunk, azt mondja, persze egyikünk se tudta kimondani, hogy igazad van a másiknak. De aztán egy idő után azért szerettük volna azért mégiscsak, és ugye mindig az, aki jobb állapotban van éppen, azt mondja, az végül is megfordította a galambot valamelyikük, nem azért, hogy igaza volt, hanem elég volt ebből az állapotból is, érted? És megfordított, és a másik látta azt ugye, hogy enged, hogy jóba legyünk. Tehát mindig az, amelyik jobb állapotban van, nem annak, akinek igaza van, amelyikünk jobb állapotban van, fordítsa meg azt a galambot. Tehát, érted? Szóval ezt jelenti a jelekkel való megbocsátás. Amikor a nekem okozott sérelmekről és ártalmakról úgy feledkezem meg, ahogy egy hajó megfeledkezik a maga mögött hagyott hullámokról, vagy a talpunk megfeledkezik a nyomokról, amelyeket a porban hagytunk, vagyis nem nézünk utána, elbocsátjuk, elengedjük, magunk mögött hagyjuk, mert nem a miénk többé. Ez a megbocsátás. Mondok egy mesét, meg egy zenét, és kész. Erre a mese, zene. Mese. Jó, jó mese. Jaj, itt van. Két barát ment a sivatagban. Összevesztek, és az egyik képen törölte a másikat. Aki megsértődött, és anélkül, hogy szólt volna bármit is, beleírta a homokba, ma a legjobb barátom lekevert egyet. Mentek tovább, már közel voltak az oázishoz, amikor az a barát, aki kapott egy pofont, a szomjúságtól összeesett. A másik pedig a maradék néhány korty vizével megitatta őt. A férfi miután magához tért, kőbe véste. Ma a legjobb barátom megmentette az életemet. Az, aki korábban lekevert egyet, majd megmentette a másik életét, megkérdezte. Amikor megütöttelek, homokba írtad, most meg kőbe vésted, hogy megmentettelek. Miért? A másik azt válaszolta. Amikor valaki megbánt, csak a homokba szabad írnunk, hogy a megbocsátás szele eltörölhesse a szavakat. De ha valaki jót tesz velünk, véssük kőbe, hogy senki ne törölhesse el. Tanuld meg a sérelmeidet, homokba írni, a jó tetteket pedig kőbe vésni. Na, mit csinálsz? Ja? Várjál. Mindjárt. Ezt vártad, nem így mondták, mást ígért a szív és mást a szemek. Megint tél van, megint fázol,
Haragudjatok, de ne vétkezzetek, ahogy indultunk, oda jutottunk, és remélem, hogy pár fogódzót azért kaptunk ebbe a nehéz helyzetre, de hihetetlenül nagy erő, és tényleg, hogyha érett módon sikerül, akkor nagyon-nagyon építő erő. Sokszor eszembe jut Böjte Csabának, ugye halálra verték az apját, és nagyon nagy bosszú és minden volt benne fiatalember korában, és azt mondja, hogy nagyon sokáig tartott, amíg ez a nagy erő odáig ment, hogy jó, akkor egy életet kioltottatok, és én 1000 életet meg akarok menteni. És lett belőle egy ilyen tevékenység. Tehát a harag azért nagy építő erő tud lenni, hogyha nem fullad ki, vagy nem ömlik ki az alacsony szinten. Hát köszönöm szépen mind a két napot, és köszönöm az együttlétet.